Jó estét kívánok! A színházakat nem csak a felnőtt nézőknek kellett nélkülözni, a gyerekek sem mehettek báb színházba, cirkuszba. A mai adásban nekik is kedvezünk egy különleges báb előadással, és beszámolunk egy zenés ifjúsági tévéfilm forgatásáról is. Induljon a forgószínpad, a helyi televíziók közös színházi magazinműsora. Szeged kultikus helyszínein forgattak egy ifjúsági filmet. A Tessék engem elrabolni című zenés családi darab filmes változatát a Szegedi Pince Színház és a Szeged Televízió közösen készíti. A forgatás jó hangulatban telt, de voltak drámai megtorpanások is egy-egy nehezebb jelenetnél. A készülő tévéfilmből egyelőre egy verket mutatunk. A bemutató június végére várható. Csendet kérem, felvétel, tessék! 5 per B 30-on! 11-es letettel. Simítsd meg a fejét, a szerencsét. Azért van ennyire kikopva. Engedjetek el! Frász, most fogod magad és szépen visszamész az otthonba. Nem megyek! Itt jön és a kölyke elkapják, csak hova teszik? Az én szeléről jobb lábbal. Jobb, bal, kilép, kettő. Lehet, hogy teljesen vagyok, mert én csoki tenném. De már, menj innen! Menj innen! Csodálatos férfi vagy! Fegyelem ki a gyerekek. Tehát úgy kell körbe futni, mint a tojáson futnátok, jó? Tehát ezt nem akarom hallani. Ha bármilyen le kell állni, akkor a jelenet kimarad a filmből. Igyekeznünk kell, mert van 6 percünk. Na mi lesz? Lódulj már! Tehát most aztán végképp különösen terítődőből vigyorogva éneklek, jó? Harcsoknak nagyon ilyen. Jó, lerakod, és most a trombitát növezd meg. 5, 6, 7, és zsamó, zsasé, zsamó, jó.
Székesfehérváron új bemutatóval készül a Szabad Színház a nyitásra. Háj János a Lány, aki hozott lélekből dolgozott című drámájában egy párkapcsolat történetét mutatja be, illúziók nélkül. Hogy is engedhette volna, gondolta később a lány, ezt a részeg és küdös férfit maga mellé az ágyba. Ráadásul a melléfekvéssel nem is elégedett volna meg, mert rögtön mindig rámászott. Honnét tudta, hogy rá? Tudta. Az anyja elmondta neki. A Szabad Színházban ügyelnek rá, hogy a klasszikus darabok mellett lehetőséget adjanak arra is, hogy a színházbarát közönség megismeri a kortárs szerzők gondolatait a máról. Háj János ebben a darabjában ismét megmutat valamit, ami tükrözi a valóságot. Szeretem nagyon Háj Jánost, és főleg a mondatfűzését, szövegelését szeretem nagyon. És nagyon régóta kerestem olyan lehetőséget, hogy ezt valamilyen módon színpadon meg lehessen mutatni. Aztán ráakadtam erre a darabra. Egészen pontosan egy író-olvasó találkozón kerestem meg, és kértem tőle darabokat. És ez volt az egyik, amit átküldött, hogy ezt megcsinálhatnánk. Ez kifejezetten egy olyan darab volt, ami kevés szereplővel viszonylag jól előadható. És aztán hát nekiálltunk. Jó hosszú próba folyamatnak az eredményét lehet majd látni a színpadon. Mélyre ástunk, mint Háj Jánosnál mindig. És mindenkor... Tetszik. Nagyon. Otthon mit szóltak? Semmit. Milyen észre se vették? Sötétben pont ugyanolyan, mint amilyen előtte volt. Maga még mindig sötétben vetkőzik. Hát most már lehetne fénynél is. Hát igen, csak akkor látszik a férjem is. A történet egy rendőrségi kihallgatás keretén belül illúzióktól mentes reménytelenséggel mutat meg egy életet, egy nő történetét, aki bármennyire is menekülni akart a szülői mintától, párkapcsolataiban lemásolta mindannak az alapvonalait, amit gyermekkorában otthon tapasztalt. Márpedig sok jót nem tapasztalt. Nagy kihívás, a saját életemből ismerítettem, illetve voltak filmes jelenetek, amik beugrattak, saját családból történetek, más családok történetei, és ezekből próbáltam úgy összeolózni, hogy vajon ki mit élhetett át. De valamit mégiscsak észrevett. Semmit. Azt meg pláne nem, hogy ez fog történni. Hogy beveszi azt a rengeteg gyógyszert. Nézd, ez megint olyan, mint az ok, meg az okozat. Hát pont ezt akarom én is megtudni. Hogy mi okozta, és hogy magának mi volt a szerepe ebben? Nekem. Nekem ebben nincsen szerepem. Hát ha nincs, akkor kinek van? Nézd, ezt így utólag már nehéz kinyomozni. Ez olyan, mint a kvantumfizika, hogy az történt előbb, ami később van. Mi? Hogy valójában olyan dolog miatt tette, amit tett, amitől félt, hogy esetleg majd bekövetkezik. Háj János darabjában a férfinő kapcsolatokat ábrázolja illúziótlan reménytelenséggel, egy nagyon is sötét családi társadalmi tablót mutat, a közelit kutatja, a mikrokörnyezet intim, olykor meglehetősen durva részleteit, amely jellemző a társadalom pillanatnyi morális állapotára. Háj János szövegei eleve cizelláltak, többszörösen összetett mondatok, tehát nehezen lehet őket megtanulni, viszont hogyha az ember megtanulja, akkor sikerülhet jól elmondani, hiszen amúgy megbeszélt nyelvi fordulatok. És ahogy most is én is belevágtam 8-szor a saját mondatomba, ezt tőle is írja. Szóval ilyen szempontból a nehezek közé tartozik, hiszen nincs sokkal kevesebb szövegem benne, mint mondjuk a Hamletben. De közben meg mégis együtt dolgozunk hárman, úgyhogy megvan benne ez az élmény is, hogy akkor együtt létre tudtunk hozni valamit. Családon belüli erőszak. Nem mindennapos eset. A TV műsorok meg ráadásul még reklámozzák is az ilyesfajta párkapcsolati megoldásokat. És egyre több ilyen van. Hát azért, mert azt hiszük, hogy amit a TV-ben látunk, azt kell csinálni. Csak hogy minden ilyet megelőzem a családon belüli összeesküvés. Érdekes, hogy arról nem szólnak a hírek. Mert ott még nem folyik vér. Mert a rendőrséget csak a vér érdekli. Az, hogy mi volt előtte, az nem. A megelőzés. A megelőzés az egészségügy dolga. Ha nincs esemény, nincs bűncselekmény. Az meg, ha valaki lelkileg tönkre megy, az magánügy. Nem tartozik a rendőrségre.
Keserű humorral hívják fel a figyelmünket arra, hogy cipeljük elődeink összes terhét. A lány, aki hozott lélekből dolgozott, vitriolos kritikája boldogtalanságunknak. Az nekem ebben az egészben szimpatikus, hogy gyakorlatilag egy kisember életét fogja meg. Egy olyan problémával, amiből átlagemberként még kívülről, ha mondjuk mégis halljuk a hírekbe itt-ott, csak azt látjuk, hogy valaki mondjuk hozzányúlt a gyógyszerekhez, vagy valaki lelkileg esetleg tönkrement, és ennek bizonyos következményei lettek. Viszont egy kicsit mélyebben kibontja azt, hogy gyakorlatilag ilyenkor mi zajlik le valakinek az életében, akit ér egy trauma, boncolgatja azt, hogy miféle traumák érhetik, ami aztán őt elviszi bizonyos pontra, ahova eljut, és számomra ez a csúcs ebbe a darabba. Hán János a maga sajátos nézőpontváltásaival egyensúlyoz populáris és a magas irodalom határán, kiaknázva azok előnyeit, megmutatva mindazt, amiről még ma is csak suttogva beszélünk. A Békés Csaba Jókai Színház az Aradi Kamara Színházzal közösen állította színpadra az Aradi Színész drámaíró darabját. A Mindent, amit csak adnak című kortárs dráma szórakoztató, egyúttal elgondolkodtató módon ábrázolja a közép-kelet és nyugat-európai viszonyokat. A két színház együttműködése évtizedes múltra tekint vissza. Tapasztó Ernő, az Aradi Kamara Színház igazgatója tanulmányait a Békés Csabai Színi Tanházban végezte, és szerette volna a két intézmény közötti kapcsolatot szorosabbra fűzni. Ebből a kezdeményezésből született több, különleges előadás is. A jelenlegi Juhán Peter dráma több műfajt olvaszt magába, és játszik a Közép-Európából nyugatra ingázó munkavállalók számára ismerős szituációkkal, melyeken egyszerre kacaghat és borzadhat a közönség. Én úgy szocializálódtam a színházban, hogy mindig valami fajta mélyebb, mögöttesebb és sokkal nagyobb titkot kell nekem játszanom az adott szereppel kapcsolatban. Ezek a figurák, ezeknek nincsenek úgy a szónak abban az értelemben titkai a szerepeknek. Ezek a figurák sodródnak. Éppen ezért ez a sodródás, ez ad egy dinamikát az egész előadásnak. A három központi figura legnagyobb álma, hogy kitörjenek szűknek vélt világukból. Névvel nem rendelkeznek, hiszen egyik, másik és valaki a mi nyugaton dolgozó ismerősünk, családtagunk vagy mi magunk is lehetnénk. Felvetésünkre, hogy a nézők könnyen azonosulhatnak a szereplőkkel, a következő választ kaptuk. Azt gondolom, hogy eddig egy olyan játékstílusban láttak bennünket, ami az azonosulás technikára épült. Itt meg egy picit talán egy másfajta játékstílus, másfajta színészi eszköztárt kell majd nekünk használni, és ettől lesz, azt gondolom, nagyon érdekes és különleges ez az előadás, ami számunkra is egy nagyon érdekes utazásnak ígérkezik, és hát remélem, hogy a nézők számára is. Mint megtudtuk, a darab azokat a tapasztalatokat használja fel, melyeket a szerző a kommunista éra alatt élt meg Romániában. A hatalommal szembeni, reflexzerű frusztráció közös élménye a hasonló történelemmel rendelkező országoknak, így a Romániára írt darabot könnyen át lehet ültetni Magyarországra. A szerző ugye aradi, és ők is megélték azt a fajta kommunista-szocialista érát korából fakadóan, amit én mondjuk miért gyerekként vagy kamaszként szembesültem vele, de mindenkiben, aki akkor élt, vannak bizonyos sztereotípiák, beidegződések a hatalommal kapcsolatban, és ezt nagyon jól használja a szerző, hogy ezek reflexzerűen visszatérnek a szereplőkben, ahogy találkoznak egy rendőrrel, egy vámossal, azonnal frusztrációt okoz bennük. Az eredeti műből nekem csak azokat a szavakat kellett kivennem, ami azt mondta, hogy mi románok, és azt át kellett írnom mi magyarokra. És ennyi a különbség. És ugyanúgy érvényes Magyarországra, és ugyanúgy érvényes Románia, ahogy említetted, hogy minden a poszt-szovjet államra igaz ez, hogy valamit mi remélünk máshonnan, miközben ha azt mondom, hogy van valami mondani valója, akkor saját magadban itthon is meg tudod oldani az adott problémáidat. És nem csak az anyagi dolgokra értem, mert az természetesen nehéz megoldani, de ha rendben vagy lelkileg, rendben vagy fizikálisan, szellemileg, akkor hiszem, hogy nyílnak meg másfajta kapuk is. A házi bemutatóra júniusban kerül sor. A nagy közönség azonban később, szeptemberben tekintheti meg az előadást, ugyanis előbb a pandémia miatt elmaradt bemutatókra kerül sor.
Dobronka városba világhírű cirkusz érkezik. A porondmester harmonika szóval csalogatja a vendégeket. A hajdani vándormutatványosok világát ezúttal a szegedi Kövér Béla Bábszínház hozta el a Városháza udvarára. A bábművészek egy igen régi hagyományos műfajt, a marionett színházat elevenítették fel oroszlán ordítással, légtornásszal és persze élő muzsikával. A bábszínházban olyat is meg tudunk mutatni, amit az ember nem tud megcsinálni. Közép-európai vándorbábosok már régóta játsszák ezeket a számokat. Erre én is igen kíváncsi vagyok amúgy. Kész! Ide nézzetek emberek, katonák, gyerekek, özvegyek! Ma összehívtuk Dobronka egész népét. Mindenki fordítsa felénk becses képét. Kívánjuk, hogy egy kis mutatvány megérintse szívüket, mint egy angyalszárny, hisz csak az önök szikrázó szemekedvéért jött létre. A Dobronka cirkusz világszám! Eljehet az első szám, Boris, a nagyszájú araszlán úr! Boris, kvasszatani szépen állom, Boris, hogy Boris, te milyen nyelven, idegen nyelven beszélni? Nyisd ki oszad! A cirkuszi mutatványosok világából igazából azokat a mutatványokat, amiket azok a cirkuszisták csináltak, akik bábbal is foglalkoztak. Ezek a számok emlékeztetnek a cirkuszban látható klasszikus légtornász, erőemelő és hasonló számokra, azzal a különbséggel, hogy a bábszínházban olyat is meg tudunk mutatni, amit az ember nem tud megcsinálni. És ezek a marionettek átváltoznak, repülnek, olyan mutatványokat mutatnak be, amiket hagyományos cirkuszban ilyen formában nem láthatunk. Na, Bori! Oroszlan üvölt és rast vetni! Ez az, gyere szépen porond vissza! Jó van, ügyes cica vagy! Mondom, cica! Hölgyem, mi és uram, mi? Következzen ti hát! Mondom, rendesen viselkedés, különben nem kap szegedi halaszlét. A számoknak a többsége, amik a mi előadásunkban megjelennek, 200-300 éves hagyománnyal rendelkeznek. Közép-európai vándorbábosok már régóta játsszák ezeket a számokat. Magyarországon nincs akkora hagyománya, a Kemény Korngut család volt talán az egyetlen, akik marionett cirkuszt is csináltak így a közelmúltban, az elmúlt 100 év báb történetét, hogyha nézzük. És valamennyire ez tiszteletadás az ő részükre is, és egy olyan hagyomány életben tartása, ami mindig időszerű. Bravo, Boris! Egy kis biztatott tapsomi harca Borisnak az ugráló oroszlánnak! Köszönjük szépen! Köszönjük! És most! Következze! Az ugrás parádé! Elé! Salto mortale! És vissza! Maga a sok zsinór, a sok súly, a báb technika annyira sajátos, annyira fontos, hogy az ember kezére passzoljon, hogy tulajdonképpen egy, bár nem látszik rajta, az előadásban ez egy könnyed dolog, de valójában egy életmunkája, hogyha valaki jól akarja csinálni. Ilyen még gyorsabban! Ilyen szuper gyorsabban! Hogy? Hogy szeretnünk? Hát ezt mi nem is próbálni! Hogy én is, uram, én Boris, a világ egyetlen repülő oroszlánya! Bravo! Bravo, Boris! Nagy tapsot Borisnak az ugráló oroszlánnak! Egy magas fokú technikai felkészültséget igényel. Mindegyik báb tulajdonképpen olyan, mint egy hangszer. Addig kell gyakorolni azt a bizonyos számot, ameddig az teljes biztonsággal, teljes technikai felkészültséggel le tud menni.
És azon túl pedig ugyanaz a nehézsége, mint minden más báb technikának, hogy azokat a szereplőket, azokat a szerepeket ki kell dolgozni, meg kell alkotni. De talán egy technikailag egy picit bonyolultabb műfaj, és mindig benne van a hiba lehetősége, hogyha összegabajodnak a zsinórok, akkor tudni kell azon túl lendülni és ezt megoldani. Figyelmet magához láncol, Federico, a légtornász, aki a felhők fölött táncol. Egy igazán különleges és amúgy nehéz műfaj. És hát igazából egyszerre igényel koncentrációt és felszabadultságot is. Federico, a légtornász! Ez volt a Forgószínpad, a Színházak és Városi Tévék közös műsora. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.